pedig egyenesen Svájcból Ivan Scaloni! Nagy tartsok neki! Érkezik! Az öt mérkőzést, a mérkőzések közepette pedig 2 perces szünetek rendelkezésére állnak a versenyzőknek, hogy egy picit felfrissítsék magukat. Után elindul az első meccs. Ahogy mondtam, 5 lesz. De ezt tudjátok. Ilyen sokáig az állítás, bírói állítással indultunk, de most már a meccs kellős közepén vagyunk. Az első mérkőzés. Ahogy nézem, középen összeakadtak a versenyzők, de könyök. A bírók természetesen arra is figyelnek, hogy a versenyző nehogy elessen, teljesen stabilan tudjon állni. Ez is nagyon fontos. Bírói állítás van újra, ugye egy falt van Ivánnál, 2 után egy vesztett kör. Az előbb az volt a gond. Hatalmas egymásra feszülés. Lábbal támasztani lehet, ugye ez szabályos. Ivan jó pozícióban van, de a jelek szerint nem tudja befejezni, és... Eddig 1-0 Daninak. Ismét bírói állítás jön, nem tudtak megegyezni és nem tudtak beállni maguktól a versenyzők. Sokszor megesik. Simon Daniel és Ivan Scaloni. Akik most bírók állítanak be, a második meccs előtt. Go! De erős kezdés! De mire lesz elég? Nyugodt a szurkolat a körben, kell is szurkol, szurkol! Úgy tűnik, hogy ennél a két versenyzőnél ez mindig kellni fog, de itt elindult! Oh!
Tánckupa 2021. De azért a bíztatás kell mindkét sportolónak. És elindult a harmadik meccs óriási lendülettel! És egy győztessel! Simon Daniel! De már azért némi nyugalommal, hiszen Dani behúzta a meccset. Ami nem jelenti azt, hogy ne kellene azért visszapni őket. Ez a ti dolgotok, az övék pedig az, hogy brutál jó meccseket lássunk tőlük, szóval egy picit visszatást hadd halljunk nekik. Így is van! És elindult a negyedik kör! És ott a negyedik pont is! Az ötödik mesél! Simon Daniel és Ivan Scaroni egyenesen Svájcból. És elindult az ötödik meccs! Be lehet azt húzni! Lehet a molekül! És ő túl lett is! Hatalmas tosta kézüléshez ide Simon Dánielnek és Ivan Scaroninak! Akiket arra kérünk, hogy az asztal két oldalára álljanak, érkezzenek meg! Please come here, to the side of the table. Congrats! És hatalmas gratuláció az első helyzetnek, 5-0, Simon Daniel! Csináljunk egy közös képet, gyertek! A fotók elkészülnek. És így van, még egyszer nagyon gratulálok a két versenyzőnek, ők tudják azért!